Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig az Evospace. Lássuk. Legyen minden a standarden. Azt hiszem. No. Inventory. Hello, bazalt. Szedtünk egy adag bazaltot. Valamilyen questet teljesítettünk. Ki tudunk csak úgy mászni, igen. Agyag. Oké. Tudunk mindenfélét craftolni. Random pumpkin farm. Az úgy érzem kissé bonyolult lesz. Oké, és hogy tudom megragadni? Nem így. Oké. Valami normálisabb helyen, mint a hegy kellős közepe. Futni nem tudunk, ha jól értem. Egy pumpkin. Birch. Valamilyen bogyó. Mocsár, sivatag. Kaktusz. Réz. Itt random kockák. Előre fölkészítve nekem. Oké. Egy érdekes darab. Próbáljunk lemenni a vízpartra. Ráadásul itt fák is vannak, meg ilyesmik. Még némileg félkész állapotban van, úgy látom a játék. Majd meglátjuk. De lehet, hogy ez csak ilyen bányász pozíció. Amire bányász gépeket, meg ilyesmit lehetne ráhelyezni. És azért ilyen fura. Gomba. Hoppá, maranagyjuk. Gödör. Megpróbáltam volna lemenni a vízpartra, de messze van, mocskos messze van. Mert mégiscsak a vízparton vicces.
Hát, meglátjuk. Lehet, hogy nem jó ötlet küzdenem magam a vízpartra, hogy aztán mászhassak vissza. Illetve jó kérdés, hogy mennyire fogja szeretni. Hát úgy látom, itt a térképet még generáljuk, ahogy érkezünk. Egyúttal. Azt hiszem, nem így terveztük. Tervezte a játék, hogy ilyen gyorsan haladunk előre. Ó, random bambusz. Aha. Agyag, hatalmas agyagmező, az jól hangzik, és akkor elértük a vízpartot. Jó, akkor ennyire nem, itt a... Hatalmas területet, ahol jártam, az szépen bent tartja a memóriába, nem túl egészséges. Na mindegy. Oké. Ha berakunk fát, vagy ilyesmit, akkor abból lesz... Jó. Készítsünk egy stone smeltert. Oké. Én érzem úgy, hogy ez ilyen kimeg bemenő folyamat. Oké, azt hiszem kell még egy furnace. Oké, ez nem volt jó ötlet. Oké. Mi van, ha levadászunk egy adag fát? Lol. Na, hát lett egy csomó fánk a fából. Szén. Értékes szén. Ó, és ez mind-mind szén. Na, az nagyon jól jön. Jó, nem tudom, majd meglátjuk, hogy jó-e ez a játék.
No. Erre van a szén. Yeah! Quest complete. És akkor kaptunk egy... multitoolt elvileg. Igen, most egy egész... majdnem kettő van. Yeah! Boiler pump. Oké. Okay. Yikes. Miért érzem úgy, hogy itt ennél komplexebben kellene ezt összekötnöm? Ó, és nem fogyaszt csak, csak azért, mert lehetne fogyasztani. Zseniális. Lemez, campfire, stb. Bambusz farm. De azok ma ahhoz magok kellenek. Wooden chest. Sosem fog ártani. Ez egy csomó quest, ez gondolom kellett. 64 palánk, ha mindenféle fakütyüt gyártunk. Uránérc, titán. Van ám opció. Van ám opció. Hát úgy érzem, ez abszolút egy kissé túlzásba megy ez a játék a lehetőségek terén. Mi kell hozzá? Egyértelműen sokkal több minden, mint ami van. Részpumpa, stb. Van ám itt minden. Van-e szállítóeszköz? Úgy érzem, ezt egy picit túlzásba vitte a játékkészítő a lehetőségek. Egy jó bofa, de elveszünk összességében. Ez egy fokkal túl picibb, túl finomabb, túl aprólékosabb, mint amit el fogok fogadni. Csak egy picit rosszabb. Bambusz. Az másfajta anyag persze, mint a másik. Értelemszerűen, logikus.
Na, mondjuk azért ez valamennyit segít. Hogy hogyan működjünk. De maradjunk annyiba. Jó pofa játék, van benne mélység, de... De nekem egy picit sok. Úgyhogy úgy érzem ez... Ez egy gyors... és időnként a gödrökben nem tudunk kijönni. Mi van alatta egyébként? Az is csak... No, viszont... Meddig lehet lemászni? Milyen mélyre lehet gödröt fúrni? Az egy érdekes kérdés. Kő... Limestone, mert hát még mindent finoman kell újra és újra. Hát innen már ki nem jövünk, azt meg tudom mondani. Vöröskő. Sőt, némi másik követ is kaptunk. Mi az a? Sötét. Haladunk ki, most már normál kőnél tartunk újra. Vissza a vörös kőbe. Nagyon vörös. Vissza a normál kőbe. Hát, semmi végítélet. Mennyire mély gödröt furtunk. Wow! Látványos. Látványos. Na, elértük a sötétkő szintet. Dekorációs célokra gondolom. No, hát... Ilyesmi ez a játék. Jó pofa, de egy picit talán túl bonyolult. Akik kevésbé szögletes Minecraftot akarnak, annak valószínűleg nagyon tetszeni fog. Ez volt az Evospace.